A Lotto az itáliai Genovából ered. Az olasz városállamban a politikához kapcsolódott a játék kialakulása. A polgárok minden évben 5 új tagot delegáltak a városvezetők közé, és 90 jelölt közül lehetett választani. Az emberek fogadásokat kötöttek az 5 befutóra. A teli találat esélye 1 a 44 millióhoz volt, akár csak ma az 5-ös lottón. A városvezetés 1620-tól már politikától független lottósorsolásokat tartott, rájöttek, hogy ez nagyszerű bevételi forrás. A játék gyorsan terjedt Olaszországban, és aztán az egész világon. A szerencsejátékok és sportfogadások az egész földön ismertek és közkedveltek. Magyarországon milliók reménykednek benne, hogy egyszer megnyerik a Lottó 5-öst, ezért hétről hétre kitöltik a szelvényeket. Én 8 éve dolgozom a szakmában. Hát a szépsége egyfelől onnan indult ki, hogy szeretem a sportot, mint olyat. Szerencsejáték mindenféle 5-ös, 6-os skandinávot én játszom. Valójában ez egy kereskedelmi tevékenység, viszont ha nyer a játékos, akkor közösen örülünk neki. Tehát ez egy kereskedelmi tevékenység, ahol a reményt áruljuk. A mi üzletünkben a Jokerrel volt 27 millió, Puttóval volt 4 mezővel 2 millió, és a kis Blackjack-en volt 10 millió. A Totó Lotto értékesítő a bolti eladó foglalkozás egyik speciális munkaköre. Ismertető jegye, hogy sokféle szerencsejátékot árul, például Totót, Lottót, Tipmixet, kaparós sorsjegyeket. A sokféle terméket a Szerencsejáték ZRT által biztosított terminálon keresztül értékesíti. Vannak olyan eladási pontok is, ahol csak kaparós sorsjegyeket árulnak, ott nincs terminál. A Totó Lotto értékesítő eladó lehet az adott bolt alkalmazottja, de tulajdonosa vagy üzemeltetője is. Nézzük, mit is kell csinálni a nap, mint nap. Még a nyitás előtt jól látható helyre kiteszi a játékok nyerőszámait, a Totó és a Gol Totó eredményét és a nyeremény összeget. Tájékoztatást ad a különböző sorsjegyekről, akciókról. Segít a vásárlóknak a szelvények kitöltésében, ha a vevő tévesen töltötte ki azt, és a vásárló kéri, akkor a terminálon keresztül javítja. Feladja a szelvényeket, melyet a terminál automatikusan beolvas. Ellenőrzi, hogy nyertese a Totó, Lottó szelvény, vagy a kaparós sorsjegy. Átadja a vevőknek a nyertes szelvények vagy sorsjegyek után járó pénzt. A partnerként üzemeltetett helyeken többnyire más termékeket is árusít, így kapható nála újság, üdítő, édesség is. Ez esetben átveszi a különböző árut a beszállítóktól, gondoskodik a raktározásról, és kiteszi őket a bolt polcaira. Leltárt készít, és a bolt vezetőjének akár naponta beszámol a forgalomról, szóban vagy írásban. A szerencsejáték értékesítő többféle eszközt használ, a legfontosabb munkaeszköze természetesen a játékok és fogadások szelvényei és a kaparós sorsjegyeket értékesítő szerencsejáték terminál. Használ még nyomtatót, vonalkód leolvasót is. Az adminisztrációhoz, tananyagok elsajátításához használnia kell számítógépet. Ahogy más eladói munkakörben, itt is szükség van telefonra és különböző formanyomtatványokra. A figyelem mellett szüksége van még néhány hasznos tulajdonságra az eladónak, így nagyon fontos, hogy önálló legyen, mert munkáját egyedül végzi, és gyakran kell egyedül döntenie. A vevőkkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a jó kommunikációs képesség. Kitartás is kell, ha a munka egyhangú, vagy sok a csalódott játékos. Jól kell számolnia, hiszen folyamatosan elad, kifizet, kezeli a pénztárát. A lottózó dolgozója rendelkezik felelősségtudattal, jól kezeli a konfliktusokat és bírja a stresszt. Ebben a szakmában a legfontosabb az empátia, a beleérző képesség, a vevőkkel való jó kontaktus, kapcsolat, teremtőkészség, de legalább ilyen fontos, amit senki nem lát, a pontos, precíz elszámolás. És nagyon fontos még az utóbbi időben a tipmixes és az egyéb játékok továbbfejlesztése kapcsán a szakmai felkészülés. Az eladó a Szerencsejáték ZRT lottózójában vagy vállalkozóként, vagy alkalmazottként más értékesítő helyen, esetleg olyan nemzeti dohányboltban dolgozik, ahol foglalkoznak szerencsejátékkal. A Szerencsejáték ZRT megfogalmazza, hogy milyen legyen az értékesítő hely, így például a szelvények kitöltéséhez asztalt vagy pultot, széket kell biztosítani. A munkaidő heti 40 óra, de az időbeosztás az üzlet nyitvatartásától függ. Elképzelhető, hogy van délelőttös és délutános műszak, és hogy hétvégén is dolgozni kell.
A tevékenység jellegéből adódóan, meg a magyar vásárlók szokása, vásárlói szokásai szerint péntek szombatra tevődik a forgalom, a heti forgalom heti ciklusba számolva, olyan 55-60%-a. A szerencsejátékot értékesítő eladó munkája fokozott figyelmet igénylő szellemi munka. Egészségre közvetlenül veszélyes környezeti tényezők nincsenek, de érdemes néhány dologra odafigyelni. A szemet terhelheti az érintőképernyő használata, a tartós ülő vagy álló munka miatt gerincbántalmak jelentkezhetnek. Pszichésen megterhelő lehet, hogy el kell viselni néhány csalódott vásárló indulatkitörését. Rendszeres mozgással és szemtornával megelőzhetőek a panaszok. Ahhoz, hogy valaki eladóként dolgozzon, meg kell felelnie egészségügyi követelményeknek is. Az épp hallás és tiszta beszéd fontos az ügyfelek kiszolgálása miatt. Ahhoz, hogy képes legyen a szelvényeket ellenőrizni, jól kell látnia. Mozgás, látás és hallás sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérülés típusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával elláthatják ezt a munkakört. A Szerencsejáték ZRT saját értékesítő pontjain napjainkban több mint 170 megváltozott munkaképességű munkatárs értékesít kaparós sorsjegyeket. Ahhoz, hogy valaki eladóként dolgozhasson, az eladó szakképesítés megszerzése szükséges, melyet szakiskolában és iskolarendszeren kívüli képzésben egyaránt el lehet végezni. Annak, hogy valaki szerencsejáték értékesítő legyen, előfeltétele a 18. életév betöltése, a büntetlen előélet és a terminálkezelői tanfolyam sikeres elvégzése, amelyre a munkaadója tudja beiskolázni. A Szerencsejáték ZRT képzésen és tréningeken készíti fel a szerencsejáték értékesítési feladatok precíz ellátására a jelölteket. A sikeres vizsgákat követően tanúsítványt kapnak a dolgozók a tanfolyam elvégzéséről, és megszerzik a terminálkezelői jogosultságot. A Totó-Lottó eladónak ismernie kell a folyamatosan bővülő termékpalettát, a bevezetésre kerülő új játékokat, ehhez folyamatosan kell tanulnia, újabb és újabb terminálkezelői vizsgát kell tennie, melyre szintén munkaadója iskolázza be. Általában évente van azért egy-egy frissítő vizsga, vagy nagyobb események kapcsán, például amikor van egy Európa-bajnokság, vagy egy olimpia, akkor ismeretfrissítésben mindig tartunk egyéni tréningeket is, de központilag legalább évente egy alkalommal. A Totó-Lottó értékesítő eladó átlag keresete bruttó 120 és 155 ezer forint között mozog havonta, de ez régiónként az üzletprofiltól és a forgalomtól függően változhat. A Szerencsejáték ZRT jelenleg több mint 4000 értékesítő helyen üzemeltet lottóterminált, közel 300 saját üzlete van. Jelenleg 10-12 ezeren rendelkeznek terminálkezelői jogosultsággal. Azoknak ajánlanám, akik szeretik a sportot, és van affinitásuk, hogy az emberekkel úgy vegyék fel a kontaktust, hogy akár még tippet is adnak neki, elbeszélgetnek velük, mert azt szeretik az emberek, hogyha még ajánlatot is adunk. Azoknak tudnánk ajánlani, akik szeretnek az emberekkel foglalkozni, ez mindenek előtt, és a kereskedelemmel ajánlani, szimpatikus örömet okozni. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.